Köszöntöm nézőinket! Ez a Quantum, a Szeged Televízió tudományos műsora. Az új év egyben új évtized első adásában visszapillantunk 2019 legérdekesebb, legfontosabb tudományos híreire. Megmutatunk egy új olajkutatási módszert, aztán megismerkedhetnek Fülöp Líviával, egy sikeres szegedi kutatónővel, aki rangos tudományos elismerésben részesült tavaly. Visszaidézzük, milyen veszélyei vannak a gabona fuzárium fertőzésének. Végül egy szegedi irodalomtörténész által újból fény derül arra, kik voltak Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei. Íme. Egy olajmező kitermelésének három fázisa van. Egy új, frissen fúrt kútból a rétegenergia hozza felszínre az olajat. Később már csak vízbesajtolásával tudják kinyerni. Az előregedett kutaknál azonban ez már nem működik. Az ilyen porózus kőzetekből a víz nem tudja kimosni az olajat. Ezért a MOL szakemberei többek között a Szegedi Tudományegyetem kutatóival új eljárásokat dolgoztak ki Algyőn, hogy a porózus kőzetekben még megbúvó olajcseppeket kimozdítsák. Jelenleg ilyen szivacsszerű kőzetekben bújnak meg az olajcseppek Algyőn. Ebből a hagyományos módszerekkel már alig lehet olajat kinyerni. Ezért a polimerek és felületaktív anyagok kombinációjával kísérleteznek. A legelterjedtebb eljárás az a polimeres elárasztás, amikor csak a polimer vizes oldatát használják, de annak a hatékonysága sok esetben nem elegendő, illetve a olajvállalatok számára nem elfogadható. Ezért ennek a hatásfokát úgy lehet növelni, hogy ehhez mellé teszünk még felületaktív anyagot. És akkor a felületaktív anyag az növeli a kapilláris kiszorítási hatásfokot. Ez azt jelenti, hogy a pórusokban csapdázódott kőolajcseppeket olyan formában képes deformálni a felületaktív anyag, hogy csökkenti a víz-olaj határfeletti feszültséget, ezért mindig a gömbformát, amit igyekszik az olajcsepp felvenni mondjuk ebben a pórusban, azt olyan formában képes a felületaktív anyag deformálni a határfeletti feszültség csökkentő hatásán keresztül, hogy az egyik pórusból a másikba át fog menni a pórustorkokon keresztül, és a vízzel tovább áramlik, tehát a víz azt szépen tudja mozgatni a kőolajat. Az oldatot a telepen készítik el. A víznek nagyon tisztának kell lennie, mert a szennyeződések eltömítenék a pórusokat. Ezért háromszor tisztítják. Az első lépcső az egy ilyen zsákos szűrő, ez a szűrőbetét. Ez egy nagyon finom, egy 10 mikronos szűrési lehetőséget biztosít. Ezt követően megy egy nagysebességű szűrőre, és a harmadik lépcső az pedig egy koaleszter szűrő. Polimer 750 kg-os zsákokban érkezik, és ezekből a zsákokból betöltjük a polimer silóba, és majd ebből a polimer silóból egy nagyon spéci polimer oldatkészítő egység készít tömény polimer oldatot. Ez a polimer siló, ebbe a silóba töltjük be a polimert, és ebből a silóból a rendszer automatikusan adagolva készíti a polimer oldatot. Itt látható, itt jön le a szemcsés polimer, majd utána ez egy polimer szeletelő egység. A por alakú polimer itt találkozik a vízzel, van egy előnedvesítési szakasz, majd utána van egy elegyítési szakasz, amikor egy homogén polimer oldat készül el, és utána ez a polimer oldat átkerül ebbe a tartályba, ez egy polimer anyaoldat tartály. Az oldatot védeni kell az oxigéntől, ezért nitrogén párna alatt tartják. Itt látható egy nitrogén generátor, amely levegőből állítja elő a nitrogént, méghozzá úgy, hogy kiveszi a levegő oxigéntartalmát, azt visszapumpálja a szabadba, és egy magas koncentráció nitrogén gáz keletkezik, és a kompresszor ezt nyomja be a víztartálynak a légterébe, illetve a polimer előkészítő egységbe és az anyaoldat tartályba. A kész polimeroldatot az utolsó fázisban keverik össze a felületaktív tenziddel. Ez a folyadék most már készen áll a besajtolásra. Ezen a kúton naponta 100-120 köbméter oldatot sajtolnak be. Ez az egyik besajtolókút, amelyen keresztül
besajtoljuk a kész tenzit polimer oldatot a rétegbe. A mélysége az olyan 1945 és 1950 méter. Egy szakaszban található a perforáció, és ez a kút biztosítja azt, hogy a megfelelő mennyiségű oldat bekerüljön. A kísérleti területen két kútba sajtolják be az oldatot, körülöttük pedig hét kútból termelik ki az olajat. A tervek szerint az úgynevezett kémiai hatódugó besajtolás 2020 végére befejeződik. Utána csak vizet pumpálnak majd a kútban, amely már elég lesz az olaj tovább mozgatására. Algyőn az első kutat 1965-ben fúrták, a mező mára elöregedett. A legtöbb kutunk az már sajnos elvizesedett, és 95% feletti víztartalommal termelnek a kutak, és ebben a szakaszában ugye a gazdaságosság is egy nagyon fontos kérdés, tehát figyelni kell, hogy milyen önköltséggel termelünk ki egy tonna vagy egy hordónyi olajat. Na most ezzel az eljárással mi megpróbáljuk ezt az elvizesedett termelést abba az irányba fordítani, hogy ezek a kutak ne 95-98% víztartalmat termeljenek, hanem visszafordítsuk egy olyan 70-80%-os víztartalmú termelvényé. Ez azt jelenti, hogy 20-30%-nyi olaj lesz mondjuk egy egységnyi, egy köbméter kiemelt fluidumban. Ha egy kőolajmező eredeti készletét 100%-nak vesszük, akkor az elsődleges és a másodlagos módszerekkel 38-45%-át lehet ennek felszínre hozni. Ez az új módszer azonban lehetőséget biztosíthat, hogy az induló mennyiség további 10-20%-át tudják a felszínre hozni. Ezzel sok előregedett olajmezőn lehetne gazdaságosan bányászni. Ha az eljárás sikeres lesz, kiterjesztik az egész mezőre. A technológia iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés is. Tavaly ismét szegedi kutatónő lett az egyik L'Oréal UNESCO díjas. Hazánk egyik legrangosabb elismerését olyan nőknek ítélik oda, akik kiemelkedő teljesítményt érnek el tudományos területen. Fülöp Lívia az Egyetem Orvosi Vegytani Intézetének docense kutató csoportjával az Alzheimer-kór gyógyításán dolgozik. Alzheimer-kór, a felejtés betegsége. A kór, mely teljes mértékben megváltoztat egy emberi életet. Kialakulásának okai máig nem ismertek, de alaposabb megismerésén és gyógyításán több szegedi kutatócsoport is dolgozik, akik egymással is megosztják a tapasztalataikat. Fülöp Lívia, a L'Oréal UNESCO, a nőkért és a tudományért egyik díjazottja orvoskaron működő csoportjával a molekuláris stressz folyamatok szabályozását vizsgálja, amelyek az Alzheimer-kor kialakulásáért felelnek. Ez egy új irányú kutatás, alapvetően a célunk gyógyszerjelölt molekulák keresése, ehhez viszont teljesen az eddigi kutatási irányoktól eltérő kutatási irányt választunk és keresünk. Amit mi konkrétan vizsgálunk, ami újszerű, hogy a molekuláris szintű stressz folyamatokat szeretnénk szabályozni, amik úgy tűnik, hogy az Alzheimer-kórban is fontos szerepet játszanak. Itt nem a hétköznapi stresszre kell gondolni, ami minket ér, hanem olyan molekuláris zavaró hatásokra, ami kifejezetten az Alzheimer-kórra jellemző. Ezeket azonosítjuk, és utána, ha ebben a zavaró hatásokban megvannak a kulcsszereplő sejtben található molekulák, akkor azoknak a szabályozására próbálunk mi gyógyszert találni. Tehát ez egy meglehetősen komplex feladat, de a célunk az, hogy új mechanizmust és általa, ha lehet, akkor akár gyógyszerjelölt molekulát is találjunk. Mindenre többféle módszert alkalmaznak munkájuk során. Nálunk vannak kémiai oldalról tervezések, számítógépes, akár számítógéppel történő molekulatervezések. Utána olyan kémiai kísérletek, ahol a vegyületeink és a
kérdéses az élő szervezetben is előforduló fehérje molekulák közötti kölcsönhatásokat kémiai módszerekkel tanulmányozunk, vizsgálatokkal, és van egy nagyon komoly biológiai kutatócsoport bázisunk, ahol számos sokrétű biológiai vizsgálatot sejteken tudunk végezni, például sejtenyészeteken, vagy akár egyéb modellkísérleteket is tudunk végezni, úgyhogy egy elég jól felszerelt kutatói bázis van a hátunk mögött. A betegség gyógyítására eddig nem született olyan gyógyszer, amely egy csapásra megoldana minden problémát. Olyan, mint a rák, hasonlíthatom nyugodtan hozzá. Univerzális rákgyógyszer, minden rákot gyógyító rákgyógyszer biztosan nem lesz. Ugyanígy azt gondolom, hogy Alzheimer-kort is általánosan gyógyító gyógyszerre nem túl sok esélyünk van, hogy ilyet kifejleszthessünk. Amit én inkább fontosnak és elérhetőnek gondolok, az a kombináció. Most már nagyon sok mechanizmust feltártunk, nagyon sokféle vegyületről derült ki, hogy önmagában valamiféle hatékonyságot tud mutatni a különböző kóros folyamatok javítása terén. Lehetséges, hogyha ezeket megfelelő módon kombináljuk, akkor elég sok tényezőt fogunk tudni kizárni ahhoz, hogy végül gyógyulás következhessen be, de hát nem véletlen, hogy mi is új mechanizmusokat kutatunk. Fülöp Lívia orvos szeretett volna lenni, de a kémia szeretete mégis a vegyészi pályára vezette. Döntését egyáltalán nem bánja, hiszen közvetve így is a betegek gyógyításán dolgozik nap mint nap. Amikor én hallgatóként erre a tanszékre kerültem, ez nem most volt, hanem 1997-ben, akkor már az akkori tanszékvezető és kutatócsoport vezető professzor úrnak ez volt, a Penke professzor úrnak a fő kutatási iránya. Nem volt semmiféle személyes érintettségem a témában, egyszerűen maga a téma kémikusként, vegyészként érdeklődő, akkor még hallgatóként rendkívül megtetszett. A szegedi kutatónő munkáját a legrangosabb nőknek szóló hazai ösztöndíjjal ismerték el. Ezt egy nagyon komoly, presztízsű díjnak tartom, annál is inkább, mert egyrészt akadémiai zsűri bírálja el, tehát tényleg a tudományos teljesítmény kerül itt mércére, másrészt pedig azért, mert ez az egyetlen díj jelenleg Magyarországon, ami nők számára, kizárólag nők számára elérhető, és nekem nagyon jól esik és nagyon szimpatikus az ilyen jellegű ösztönzés és támogatás. Fülöp Lívia nem csak a kutatásban sikeres, a jövő orvosait is tanítja. A Szegedi Tudományegyetemnek az orvos karán oktatom a német nyelvű orvostanhallgatókat. Orvosi kémiát kapnak tőlem, és hát úgy fogalmaznék, hogy nem ezért jönnek általában orvoskarra, hogy kémiát tanuljanak. Úgyhogy ez egy komoly kihívás velük megszerettetni ezt az amúgy számukra igen fontos tárgyat. Én nagy sikeremnek szoktam elkönyvelni, ha évvégén egy-két hallgató, annyi azért mindig van, oda jön hozzám, aki azt mondja, hogy hát tanárnő, én ezt soha nem szerettem, na de most legalább értek belőle valamit, ilyenkor én már elégedett vagyok. Nem lehetetlen családanyaként karriert befutni a tudományos életben, de ez sok szervezést kíván. Én annak idején úgy döntöttem, hogy a karrieremet egy kicsit lassítottam a család kedvéért, a gyermekvállalás kedvéért. Én úgy gondolom most már, hogy pláne ennek a díjnak a birtokában, hogy ez nem volt egy rossz döntés. Lehet ennél sokkal korábban is elismerést, díjat szerezni, mint ahogy én szerzem, de én nem bántam meg. Én nagyon örültem, hogy idáig eljutottam, meg annak is, hogy a fiam már egy felnőtt, szép, okos ember. És hogy mi a jövő? A kutatói szamárlétra minden további foka. A nagy doktori cím megvédése után a kutatás mellett egyetemi tanárként tevékenykedne a L'Oréal UNESCO díjas szegedi kutatónő Fülöp Lívia. Nem javasolt a teljes kiörlésű gabonából készült kenyerek fogyasztása, mondtuk el 2019 őszén. A tavalyi gabona termés egyötöde ugyanis fertőzött lehet a fuzárium gombával, mely súlyos toxikus vegyületeket termel. Az Egyetem Élelmiszermérnöki Intézete is vizsgálja a tavalyi gabona termést, és csak a fehérlisztet ajánlják, mert a búza feldolgozásával abban szinte semmilyen káros anyag nem marad. A
A fusarium egy a gabonatermesztésben jól ismert fonalas gomba, mely alapvetően nem veszélyes, de hatalmas károkat tud okozni, ha túlságosan elterjed, mint ahogy az idén is történt. A tavasz kifejezetten esős volt, éppen áprilisban a búzavirágzás idején, ami kedvezett a fusarium gombának. Ezek az úgynevezett fusarium gombák, amelyek egyébként jelen vannak mindenütt, de a szántóföldön expresszálódnak, tehát kifejlődnek ezek a fusarium gombafajok. A fusarium mindenütt jelen van, alapvetően nem is jelent veszélyt. Csak később fog majd a szennyezettség és a veszélyforrás belépni az életünkbe, amikor is ezeknek a fusarium gombáknak a másodlagos anyagcsere terméke, ez lesz a bűnös, az úgynevezett mikotoxin. Megjelenik az a toxin, az a toxikus, tehát mérgező anyagot tartalmazó vegyület, magában a búzaszem felszínén is megjelenik, kalászban is, hiszen kalászfuzáriózisról is beszélhetünk. A tárolás során mikotoxinok alakulhatnak ki. A tavalyi és tavaly előtti év nem számított fusariumos évnek, 2010-ben viszont nagy károkat okozott. Ez a mikotoxin, tehát gomba méreg, megtelepszik sok más egyéb hely mellett, de a búzaszem felületén. A búzaszem héj részei, több rétegű összetett héj, elsőbb a cellulózok, hemicellulózok, nyilván ezek nem kerülhetnek a lisztbe, vagy nagyon kevés hányadban kerülnek a fehér lisztjeinkbe. Ha viszont bekerül, az gondot jelent, mert a búza feldolgozásával nem minden esetben tűnik el a toxikus anyag. Ráadásul jól tűri a hőt, a kenyér 280 fokon történő sütésével sem semmisül meg. A mikotoxinok azért veszélyesek, mert szervezetünkbe kerülve legyengülhet az immunrendszerünk, gyomorpanaszaink lehetnek, sőt egyes esetekben a nemzőképességet is befolyásolhatják. Ha lehet, akkor ilyen csapadékos évben, vagy ilyen toxinos évben ne fogyasszunk teljes kiörlésű lisztből készült termékeket, Graham cipót, Graham típusú pékárút, mert abban nagyon sok a búza teljes örleményéből adódóan a héj anyagtartalom, és ezen a héjon viszont elég sok don toxin tud megtapadni. Ilyen évben azt szoktuk tanácsolni, hogy lehetőleg a fehér, tehát a világos lisztből készült pékárút kenyereket fogyasszák, mert abban az esélye, a kockázata jelentősen kisebb a don jelenlétének, mint mondjuk egy teljes kiörlésű lisztben. Ez esetben a búzahéjban lévő fitinsav tartalmú vegyületek nem segítik a felszívódást, gyomorpanaszok keletkezhetnek. Ha rostban gazdag élelemre vágyunk, válasszunk inkább zöldséget, gyümölcsöt. Naponta átlagosan 180 g pékárút fogyasztunk. Ha fusariumos évben termesztett gabonából feldolgozott teljes kiörlésű terméket eszünk, az súlyos hatással lehet az egészségünkre. Ha legalább ezen az egy ponton tudnánk tudatosan ellenállni és hát védekezni a toxin bevitel ellen, mert nagy része azért a szervezetből egy természetes úton eltávozik. De folyamatosan minden nap ezzel a 150-180 grammal újra bevisszük, újra megterheljük a szervezetünket, és pont az a két szélsőséges életkor, a kisgyermek és hát nyilván az időskori embertársaink nagyon kevésbé tudnak ezzel mit kezdeni. Az, hogy nem javasolt a teljes kiörlésű termékek fogyasztása, nem azt jelenti, hogy örökre nem. Az idei termésben ugyan jelen van, de ha nem volt fusariumfertőzés, azaz nincsenek jelen a héjhoz tapadó mikotoxinok, nincs gond. Azonban többféle megoldást létezik ellene. Ha a növénynemesítők úgynevezett gombarezisztens fajtákat tudnának létrehozni, és tudnak, csak hát ez is pénzbe kerül, akkor ez egy kicsit kevesebb vegyszer használatot jelentene, viszont egy kicsit drágább lenne az a fajta. A második nagy terület a raktári mikotoxin kártételek ellen is nyilván vegyszeres védekezés áll rendelkezésünk, és a harmadik terület pedig, hogy csak azokat a étkezésre szánt búzatételeket a malomüzem, mielőtt még a zörlés előtt elkezdené a lisztgyártást, olyan módon mechanikailag és különleges berendezések egyrészt kiválogatja
a szennyezett szemeket, másrészt pedig mechanikailag meghámozza olyan mértékig, hogy az a héjon lévő toxin ne kerülhessen az őrleménybe, azaz a lisztbe. A fehér lisztből készült pékárukat tehát nyugodtan fogyaszthatjuk, mert ha a gabona ilyen típusú feldolgozásakor teljesen lehántolják a búza szemhéját, így eltávolítják a rajta lévő méreganyagokat. Így aki az egészséges táplálkozás híve, mostanában azzal jár jól, ha a fehérebb termékeket vásárolja meg. Ha ma élne, a Pletykalapok legfrissebb címlapjain szerepelne szerelmi történetével. De egy író magánélete halála után 83 évvel sem érdektelen. Kosztolányié különösen nem. Felesége mellett két másik nővel is viszonya volt életének utolsó éveiben. Szerelmi életét Bíró Balogh Tamás szegedi irodalomtörténész tárta fel, munkája tavaly novemberben könyvben jelent meg. Aha, nem volnátok ti Kosztolányi Dezső utolsó szerelmeiből, az is kiderül, kiről mintázta az édes Annát az író. Eddig három nagy szerelmét ismertük, volt egy korai szerelem, ami még a házasságát megelőző időszakából volt, az Lányi Hedvighez, a Fecskelányhoz kötődött, ő Szabadkai volt. Utána jött a felesége, aki ugye 20-valahány évig volt hűtársa Kosztolányinak, és az utolsó évben volt Radákovics Mária nevű kapcsolata Kosztolányinak, akitől a túlélést remélte, egy mindent elsöprő nagy szerelem volt ez, ezekről tudtunk. És akkor most sikerült kideríteni, hogy volt még egy hölgy, aki nagyon fontos volt a költő számára. Keresztes Erzsébet azonban nem a költő köreiből jött, Kosztolányéknál szolgált cselédként. Bözsi Dajka néven képet is őrzött róla Kosztolányi felesége, aki maga írta rá, hogy kit ábrázol a fotó. Annyira emberséges volt és annyira emberi, hogy Kosztolányi megtalálta benne azt a pluszt, amit mondjuk esetleg a színésznő feleségében nem. Sokkal közvetlenebb lehetett ez a kapcsolat, sokkal meghittebb. A Radákovics szerelemről 1975 óta tudott a széles olvasóközönség, mert akkor még Radákovics Mária életében közzéadták a hozzáírott Kosztolányi leveleket. Innentől kezdve ugye feketén-fehéren bizonyított volt ez az életrajzi tény, be is került a monográfiákba. Ez az új szál, ez is egy dokumentumra épül, maga Radákovics Mária kéri számon Kosztolányin egy eddig publikálatlan levélben, hogy Dezső, te gyáva vagy, mert nem mersz választani a három nő közül. Szóval mindenki tudott mindenkiről? Ott abban az egy évben igen, ez Kosztolányi életének utolsó éve, 1935 nyarán járunk, akkor ő már nagybeteg, gyógyíthatatlan rákos beteg. A feleség biztos vagyok benne, hogy tudott mindenkiről, az ő dühös reakcióját ismerjük, ugye, azt a levelet, amit Radákovics Máriának írt, hogy maga szerencsétlen, tájékozatlan, lúd, én megölöm magát, stb. Érthető a reakciója, tehát ő volt a megcsalt feleség. Teljesen meg lehet érteni a fölfokozott érzelmeit. A másik nőről szintén tudnia kellett, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy korábbi háztartási alkalmazottjuk volt, hanem közvetlenül a szomszéd házban lakott. Hová is futhatnék én kócos fejemmel, költészetemmel, rettenetesen cikázó tétovaságommal, ha nem lennétek ti? Megértők, megbocsátok. Nem lehet szétválasztani az életrajzi kutatásokat a művektől, mert ő direktben nem beszélt soha ezekről a nőkről, a kapcsolataikról, viszont a műveiben általában írt róluk, természetesen megváltoztatott hangsúlya, megváltoztatott neveken. Erről a harmadik hölgyről, aki most egy új kapcsolatként lehet majd megrajzolni a könyvben, őróla például az édes Annát mintázta. Hát azt a regényt, amit mindenki ismer, mert kötelező olvasmány a gimnáziumoknak a negyedik osztályában, róla mintázta, ezt most sikerült bebizonyítani abban a olyan kontextusban, tehát, hogy előkerültek ennek az egykori cselédnek, az édes Anna mintájához szolgáló valós egykori nőnek a személyiratai. Megtaláltam az örököseit, megtaláltam az összes életrajzi adatát, és gyakorlatilag az ő cselédkönyvéből másolta ki Kosztolányi azokat az adatokat, amiket az édes Anna című regényében hoz.
Kosztolányinak mindig nagyon erős vonzódása volt a cselédekhez, már fiatalon is. Valamiféle anyakép lehetett, anyaképnek a pótlása lehetett ez nála. Visszaemlékezésekből lehet tudni, hogy már a gimnazista korabeli cselédekkel is volt afférja, ilyen szerelmi kalandozás, ilyesmi. Tehát volt egy ilyen folyamatos vonzódás hozzá, és azt nem lehet ugyanakkor kijelenteni, hogy minden cselédjébe beleszeretett, és minden cselédjével viszonyt alakított ki. Ez a nő, keresztes, nevezzük nevén, tehát Keresztes Erzsébet, Bözsi Dajka, ő volt az a féle katalizátor, aki Kosztolányi életében kiváltotta ezeket az érzelmeket leginkább. Radákovics Máriáról mit lehet tudni? Ki volt ő? Mivel foglalkozott? Hogyan ismerkedtek meg egyáltalán? Ezt nagyon jól tudja az irodalom történet, hogy hogy ismerkedtek meg. 1935 nyarán a visegrádi újságíró üdülőben találkoztak először. Mária kézi munkázott, Dezső pedig odaérkezett a feleségével pihenni, meglátta ezt a nőt, beleszeretett és el akart válni. Hát természetesen nem így történt, csak ezt eddig így tudtuk. Radákovics Mária nem messze lakott Kosztolányéknak a házától, közös volt a busz megállójuk, tehát évek óta láthatták már egymást az utcán, és egyáltalán nem egy ismeretlen nőhöz ment oda Visegrádon. Azt, hogy ki volt ez a nő, azt viszont tényleg csak ezután tudta meg. Radákovics Mária egy Dunántúlról egy elszegényedett nemesi családból származott, családnak volt a leszármazottja. Nem nagyon kellett, hogy munkával töltse az idejét, mert a férje az egy nagy cégnek volt a vezérigazgatója, korábban pedig Hortinak a főtisztje. Van is egy visszaemlékezésre, hogy amikor már viszony volt az ő felesége és Kosztolányi között, akkor Kosztolányi annyira félt, hogy behúzta még a sötétítő függönyöket is a dolgozó szobájának az ablakán. Jogos volt a félelme a Dezsőnek. Később párbajoztak is egyet, sajnos ennek a dokumentumai nem maradtak fönn, de a párbaj az ekkoriban már igazából csak papírmunkát jelentett. A felesége hogyan viselte ezeket a viszonyokat? Megtűrte, elfogadta, vagy azért voltak közöttük konfliktusok emiatt? Az egyik nőt kénytelen volt eltűnni, hiszen náluk volt cseléd, ő is ugye egy helyen laktak. Tehát egy házban laktak, ráadásul Bözsi Dajka volt az az ideális alkalmazott, akit nem is cseléd sorban tartottak, hanem már a család tagként néztek rá. Ő volt egyébként Kosztolányi Ádámnak a dajkája. A másik nőt azt rühelte. Tehát azt nem tudta, nem tudta megkedvelni, utálta. Tehát, hogy ő volt az, aki betolakodott az életébe, aki kívülről jön, és hát annyira erősek voltak Kosztolányi érzelmei, hogy el akart válni. Vajon miért nem volt elég csak a felesége? Miért kellett neki több nőhöz is vonzódnia? Több kortársi visszaemlékezés szól arról, hogy nem is volt igazából szerelem a Kosztolányi házaspár tagjai között. Valamiféle érdek és dacszövetségnek titulálták ezt később a visszaemlékezők. Ugye egy híres költő elvesz egy színésznőt, és akkor így együtt folytatják az életüket közösen. De hát az, hogy Kosztolányinak voltak ezek az érzelmi kilengései, az valójában mint hogyha ezt igazolnám. Az életrajzi kutatások mindig szolgálnak újabb kidolgozatlan szálakkal, Kosztolányit is lehetne folytatni. A talált dokumentumok alapján, amit csak lehetett, feldolgozott Bíró Balogh Tamás, de még mindig kerülhet elő újabb dokumentum. Kutatói véletlen hozott össze a Bözsi Dajkának a leszármazottaival, akiktől újabb dokumentumokat kaptam. De még így sem teljes a kép, mert tudom, hogy mi hiányzik, de ezeknek az eddig kallódó dokumentumoknak az előkerülésétől még sok mindent várok. Kedves nézőink, ez volt a Kvantum. Februárban friss tudományos hírekkel jelentkezünk. Várom önöket akkor is, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Livello di Vita öltöztette.